Üdvözöllek a csatornámon! Ebben a szép időben megkezdtük az idei bogrács szezont. Indításképpen körömpörkölt készült. A pacal mellett a körömpörkölt is egy megosztó étel, vagy nagyon utálja valaki, vagy nagyon szereti. Aki szereti a bőrös húsokat, annak mennyei lakoma. Az íze egészen más, mint a megszokott sertéspörköltnek. Körmöket a húsboltban szépen feldarabolták, itthon már csak át kellett mosni. Előkészítettem még a többi hozzávalót, a főzés pedig a férjem vállalta magára. Először a felkockázott füstölt szalonnát pirítottuk meg egy kevés sertészsírban. Utána hozzáadtuk a vöröshagymát és a fokhagymát. Amikor a hagyma üvegesre pirult, hozzátettünk egy kis üveg házi készítésű lecsót. Helyette paprikát vagy paradicsomot is lehet használni. Valamint 2 darab csípős cseresznye paprika is került még bele. Utána levettük a tűzről, és jöhetett a fűszerezés. Paprika, só, bors és őrölt kömény. Majd beletettük a körmöket, és alaposan összeforgattuk az egészet. Felöntöttük annyi vízzel, amennyi ellepte, és ment még hozzá 2 deciliter bor. Fedő alatt, néha megkavarva, főztük körülbelül 3 órán keresztül. Főzés közben folyamatosan pótolni kell az elfőtt vizet. Amikor a hús már leválik a csontról, levettük róla a fedőt és elfőztünk az alatta levő vízből. Köretnek sós vízben főtt krumpli illik hozzá, amit tálalhatunk külön, vagy a kész pörkölttel összekeverve is. Ha tetszett, kérlek lájkold a videót. Ha többi receptemre is kíváncsi vagy, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen szép napod!